meghívtak minket egy londoni nemzetközi ska fesztiválra, ráadásul nem is akármilyenre, ez a 25. évfordulója volt a fesztiválnak idén, az is a neve, hogy London International Ska Festival. Közönség szavazatok nyomán kerültünk be a meghívandók listájába, és ennek megfelelően egyébként nagyon jól sikerült a buli. Ez egy 12 eseményes, 4 napos rendezvénysorozat. Mi az egyik este a Garázs nevű klubban játszottunk, tulajdonképpen mint headlinerek vagy co-headlinerek. Még egy kis holdfényt elvénnyit, a zavaros örvény ad ki. Aznap egyébként egy nemzetközi élvonal volt, tehát voltak norvégok, voltak skótok, angolok, hát volna egy olasz csapat is, de ők sajnos nem tudtak eljönni, és hát voltunk mi is. Voltak azért magyarok is, de elsősorban itt a nemzetközi ska közönség volt, aki jelen volt. Egyrészt ugye ott voltak magyarok, ők már ismerték a dalokat, és egyből kiabálták, meg nagyon hangosak voltak, de vannak ottani rajongóink is, mert igazából ők szavaztak be minket. Van egy például Newcastle-i házaspár, akik már a Mipás szimfonikus koncertünkre elrepültek csak azért ide, hogy megnézhessék ezt a speciális koncertet. Úgyhogy ők elég kemény, masszív, tehát ők mindenhol ott vannak, és ők is egy 16-an érkeztek csak erre a bulira. Nem csak a passzóval történik dolgok, ugye reméljük, hogy ennek kapcsán majd most kicsit megnyílik ez az út is, és talán valami angol vonal mellett indulni újra, többet kimenni, illetve hát volt szó egyébként ilyen kiadványokról is, mert hogy az, aki csinálja ezt a fesztivált, ő egy kiadót is üzemeltet. Közben a kis mellék zenekarokat, a side projekteinket is igazgatjuk. Nemrég jártam Jamaicában egy pár hétig, és ott a Passos Roots Records egyik zenei alapjára két nemzetközi, vagyis hát legis elismert jamaicai Rabadab énekes előadó is felénekelt egy verziót ugyanarra a dalra, és akkor ebből ugyanaz alap, és ebből több dal is sikeresen kerekedett.